Szombaton az akasztót fogadta a Kecskeméti LC a Széktúli stadionban, és a miénk a Főnix, Mekkánó, a Verbo és a Hufbau Akker tüzép jóvoltából megszépült mezekben magabiztosan nyertek. Már az első percektől kezdve fölénybe kerültünk, igyekeztünk minél gyorsabban feltörni a vendég védelmet, míg az akasztó ívelésekből és kontrákból tudott időnként eljutni kapunkig. Negyed óra elteltével Tölgyesi villant kétszer, előbb egy jó csel után nem sokkal lőtt mellé távolról, majd Szabó Tamásnak adott kitűnő labdát, aki azonban nem tudta jól eltalálni már a játékszert. Folytatásban nem változott a játék képe, főleg mi kezdeményeztünk, és a 35. percben aztán ez góllá is érett. Nagy László beadását előbb még szögletre vágták a védők, ám középre tekert szögletét már nem tudták hárítani, Parti Gábor kitűnően helyezkedett a rövid saroknál, és nem is hibázott fejjel közelről. Fordulás után is felényben maradtunk, Parti lövése kétszer is elhalt a blokkban, ám továbbra is főszereplő maradt. Az 50. percben Ihos beadására robbant be Szabó Tamással, majd mindketten a földre kerültek, a játékvezető pedig lökést látott, így büntetőt ítélt. Az ítélet végrehajtó Tölgyesi Viktor volt, aki első gólját jegyezte a bajnokságban, szépen lőtte ki a bal felsőt. A meccs ezzel tulajdonképpen eldőlt, az akasztó ívelésekkel és átlövésekkel próbálkozott néha, utóbbiból egyébként Ihos Ádám okozott valós veszélyt, aki kürtesi passzával megindulva alaposan megdolgoztatta németet. A 65. percben történelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi, beállt ugyanis Németi Norbert, aki visszatérése óta először lépett pályára, utoljára 2010. november 20-án egy Vasas elleni NB1-es bajnokin viselhette a lila-fehér szerelést. A hajrában aztán vele vezettünk még szép támadásokat, és kettőből gól is született. Szabó Tamás elől elsőre még menteni tudott a kapus, ám a 88. percben Esjuhász beadására már nagyon jó ütemben érkezett, és 3-ra növelte az előnyt, majd a 91. percben beállította a végeredményt, amikor egy Németi által visszafejelt, jobboldali beadást vágott ballal a létszará közelről. Szabó Tamás először volt kezdő decemberi sérülése után, és 7 góljával már a csapat legeredményesebb játékosának számít. A Kecskeméti LC április 16-án szombaton ismét rangadót játszik, ugyanis a Baja vendége lesz a csapat 17 órakor.